Második világháborús bombát találtak az autómosónál. Szigorodnak a társasházi lépcsőházak tűzvédelmi előírásai. Demokratikus Koalíció sajtótájékoztató Celdömölkön. Berzsenyi Lénádra emlékeztek Kemenes Magasiban. Egyéves az ultraviolák bátcsoport. Városunkban vendégszerepelt a Maros Táncegyüttes. A sportírekben asztali teniszről, kézilabdáról és kosárlabdáról tudósítunk. Jó napot kívánok! Második világháborús lőszerre bukkantak az új autómosó területén. A tűzszerészek helyszíre érkezéséig a polgárőrök biztosították a környék zavartalanságát. Információink szerint a II. világháború idejéről származó tüzérségi lőszert találtak a régi mégtelep területén. A háborús maradvány csütörtökön a délelőtti órákban került felszínre tereprendezési munkálatok során. A katasztrófa védelmi igazgatóságnak tett bejelentést követően a tűzszerészeket is értesítették. A szakértők kiérkezéséig körbekerítették a lövedék területét, őrzését a Celdömölki Polgárőrség biztosította. A munkálatok befejezése után a lőszer elszállításáról, illetve hatástalanításáról a Magyar Honvédség tűzszerészei gondoskodtak. A közeljövőben katasztrófavédelmi ellenőrzésekre számíthatnak a társasházakban élők. A sajtóhírek szerint komoly bírsággal számolhatnak, akik megszegik a tűzvédelmi előírásokat. A közelmúltban számos hír fel a társasházak tűzvédelmi előírásaira vonatkozóan. A sajtóban több helyen drákói szigorként emlegetik a szabályzatot, miszerint a lépcsőházakban a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül tilos bútorokat, nagyobb virágokat, babakocsit vagy kerékpárt tárolni, ezek ugyanis tűz esetén könnyen lángra kapnak, és a menekülési útvonalakat is elzárják. A katasztrófa védelem szakembereinek ellenőrzése már több településen elkezdődött. Bár városunkban még nem került sor szankcióra, de érdemes nyomon követni a lépcsőházi előírásokat, hiszen a szabálysértő lakókra büntetés várhat. A tűzvédelmi szakemberek egy-egy ellenőrzés során azt vizsgálják, hogy a lépcsőházban vannak-e kihelyezve éghető anyagok, közlekedést akadályozó tárgyak, illetve hogy tűz esetén a lakók biztonsággal el tudják-e hagyni az ingatlant a menekülő útvonalakon. A Vas megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság honlapján mindenki számára elérhető a tömbházakra vonatkozó tűzvédelmi előírás. Az országos tűzvédelmi szabályzat kimondja, hogy a menekülési útvonal leszűkítése, például a rácsok beépítése, továbbá ott éghető anyag tárolása, burkolat elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélyével történhet. A rendelet egyébként nem új keletű dolog, csak az ellenőrzés módjában várható változás a közeljövőben. A tűzvédelem szakemberei az ellenőrzésekről és a szabályzat részleteiről a későbbiekben adnak tájékoztatást. A Demokratikus Koalíció Vas-megyei kettes számú választókerülete várt a fórumra az érdeklődőket március 22-én. A rendezvény vendége Varju László pártigazgató volt. A fórum kezdetén Lengyel László választókerületi megbízott és Nagy Zoltán a Demokratikus Koalíció Celdömölki csoportvezetője köszöntötte az egybegyűlteket, majd a rendezvény meghívott vendége, Varju László pártigazgató, országgyűlési képviselő vette át a szót. Beszédében aktuálpolitikai kérdésekről szólt, valamint a Demokratikus Koalíció következő időszakra vonatkozó legfontosabb célkitűzéseit, üzenetét ismertette demokratikus koalíció megalakulásának elmúlt négy hónapjában világosan és mindig azt közvetítette, hogy az európai értékrendnek megfelelően kívánja Magyarország jövőjét kormányozni. A jelen helyzetben azt kell, hogy mondjuk, hogy Orbán Viktor rendszere utáni világról kell beszélni, mert a jelenlegi, az ebben a formában Magyarország számára tévút. Ezért a demokratikus koalíció rendszer ellenzéki pártként elutasítja mindazt, ami jelenleg történik, és mi egy együttműködést ajánlunk a demokratikus ellenzék számára, hogy Magyarországot újraépíthessük. Varjú László elmondta, számos olyan település van, ahol a helyi együttműködések jó példát mutatnak az ország számára, majd folytatta, ilyen celdömölk is. A párt céljainak megvalósítását helyi szintre lebontva az igazgató kiemelte. Mint mindenhol városunkban is számítanak a civil közösségek által az együttműködés megvalósítására és demokratikus összefogásra. Én azt gondolom, hogy minden településre olyan vezetés kell, akik munkát teremtenek, azáltal, hogy pályázatokon eredményesen dolgoznak. És ezáltal munkát adnak a saját településen lévő vállalkozásoknak. És módot találnak arra, hogy befektetőket és más uh, lehetőségeket teremtve, befektetőket találva munkahelyeket teremtsenek a saját környezetükben. Összességében véve pedig így nem csak a saját városuk 10 ezres, 12 ezres lakosainak nyújtanak uh, jó szolgáltatásokat, hanem sokkal szélesebb körben uh, emberek tízezerei érzik jól magukat Magyarországnak egy kis környezetében. A lakosság részéről a fórumon jelenlevők megfogalmazhatták észrevételeiket és kérdéseket intézhettek a pártigazgatóhoz. Televíziónk kistérségi sorozatot tervez, megszólaltatva a környező települések polgármestereit. Ezen a héten Lengyelné Csizmazia Éva, Tokorcs polgármestere, illetve Fehér Viktória körjegyző volt a közéleti magazinunk vendége, akikkel a község életéről beszélgettünk. Közéleti magazin műsorunkban az elkövetkezendő időszakban a Celdömölki kistérséghez tartozó települések polgármestereit szeretnénk vendégül látni, tájékoztatva a nézőket a falvak aktuális helyzetéről. Ennek apropóján hívta stábunk beszélgetésre Lengyelné Cizmazia Évát, Tokorcs polgármesterét, illetve Fehér Viktória jegyzőt. Tokorcs jelenlegi lélekszáma 360 fő, a lakosság megnövekedett száma részben az új utca kialakításának köszönhető, mely szép számmal vonzott fiatalokat a településre. Most már annyira nem növekszik a falu létszáma, építkezések hát nagyon elvédve vannak, de azért azt el kell mondani, hogy a mi utcánk az nagyon hamar beépült a közeli településekhez képest, ahol szerintem a létszám ennyire nem növekedett, mint mi nálunk. Ez viszont köszönhető az előző polgármesternek és testületének, hogy ezt az új utcát kialakította, és ezáltal bővült ugye a falu létszáma. Mint ismeretes, 2013. január 1 országos szinten felállnak a járások, mint közigazgatási egységek. A járási rendszer bevezetése Tokorcs községét is közvetlenül érinti majd, így nem hagyható figyelmen kívül az érintett önkormányzat véleménye Tokorcs község nagy simonyi községgel alkot egy körjegyzőséget, és így 1360 fő a körjegyzőségnek a lélekszáma. Ugye most az új szabályozás szerint 2000 fő alatti települések nem alakíthatnak önállóan. Körjegyzőséget ezért mindenképpen bővíteni szeretnénk, illetve a polgármester asszony, illetve a Nagy simonyi polgármester úr célja is az, hogy megmaradjon a körjegyzőség Nagy Simonyi központtal az a ő, mi előnyünkre mondható vagy írható, hogy Szeldömök és Jánosháza után a kistérségnek a legnagyobb települése, a harmadik legnagyobb az ugye Nagy Simonyi, illetve ugye hozzá Tokocsa 350 fővel, úgyhogy bízunk benne, hogy, hogy valamerre sikerül bővíteni ezt a körjegyzőséget is és megmaradni. Hát folynak a tárgyalások, szomszédos települések polgármestereivel folyamatosan tárgyalunk, illetve a polgármesterek tárgyalnak, és bízunk benne, hogy év végére összeáll a kép. A település képviselő testülete felelősség teljesen tervez, új feladatok vállalását csak a fennálló kötelezettségek teljesítését követően vállal. Fejlesztésre ugyan lenne szükség a faluban, ennek azonban anyagi korlátai vannak. A faluháznak a parkolója a kialakítása az már arra már adtunk be pályázatot sajnos sikertelenül, ez az egyik, amit, amit szeretnénk, az útkarban az új utcában, az még egy, egy, igen nagy gond, mert ugye ott, ott mindig rossz az útállapota, ott mindig javítgatni kell, akkor ugye a járdáknak a felújítása, de gondolom ez nem csak nálunk van így, hanem ez máshol is így működik. Hát ezek a legnagyobb dolgok. Parkok kialakítása, ami talán nem is annyira pénz, hanem inkább ugye majd a társadalmi munkába elővett embereknek a kez munkája lesz. A település a célszerűség elve alapján minden kötelező feladatot biztosít a lakosság számára. Mint a polgármester elmondta, Nagy Simonyiba és Celdömölkre egyaránt elérhető a busz közlekedés, így a falulakói számára a hivatalos és egyéb ügyek intézése fennakadás nélkül megoldható. Nagyszabású ünnepséget rendeztek március 15-én Kemenes Magasiban. A falu szülötte Berzsenyi Lénárt huszárezredes tiszteletére emléktermet és márványtáblát avattak. Berzsenyi Lénárd 1848-as huszárezredes a Kemenes Magasi temetőben nyugszik, sírhelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította. A Székesfehérvári Vasiak baráti körének kezdeményezésére készült el a Berzsenyi Lénárd emléktábla, melyet a március 15-én tartott ünnepség keretében avattak fel. A rendezvényen Sebestyén Zoltán pedagógus köszöntötte a résztvevőket, melyet a magasi iskola diákjainak ünnepi műsora követett a Magyaroknak Magyaroktól Magyarul címet viselő verses zenés összeállításban a Kemenes Magasi a zenekar és népdalkör is közreműködött. A falu parókiáján a közelmúltban felújítottak egy termet, mely Berzsenyi Lénárd életútját hivatott bemutatni képek, dokumentumok, levelek segítségével. Kovácsné Tóth Márta, evangélikus lelkész, valamint Kirner Antal Zoltán, katolikus plébános megszentelte és megáldotta a falu új nevezetességét, majd az ünnepség a Berzsanyi sírboltnál folytatódott, ahol felavatták a 48-as huszárezredes tiszteletére elhelyezett márványtáblát. A Vasilovas Hagyományőrző Egyesület a huszárok emlékét hagyományát elevenítette fel bemutatójával, majd dr. Kis László alkotmánybíró mondott ünnepi beszédet, aki kiemelte. Hősnek, hazafinak nem születik, hanem azzá válik az ember. Úgy, ahogy Berzsenyi Dániel harmad unoka testvére is azzá vált. Az alkotmánybíró ismertette Berzsenyi Lénárd életútját, majd a székesfehérvári Vasiak baráti köre által készített emléktábla leleplezésére került sor. Az egyháza képviselői itt is áldást mondtak, a jelenlevő szervezetek pedig elhelyezték a tisztelet és emlékezés koszorúit a Berzsenyi sírboltnál az 1848-49-es forradalom és szabadságharcoz kötődő alkotások díszítik a művelődési központ előcsarnokát. A gyermek és ifjúsági rajzpályázat pályaműveiből március 13-án nyílt kiállítás. A művelődési központban immár hagyomány, hogy jeles napokhoz, ünnepekhez kötődően képzőművészeti pályázatot írnak ki a diákok számára. Idén a 48-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának ünnepéről való megemlékezést kívánták jelesebbé tenni a fényesebb a láncnál a Kard címen meghirdetett rajzpályázattal. A 7-18 éves gyermekek és ifjak számára szóló versenyfelhívásra grafikával, festménnyel, kollázsral pályázhattak, szabadon választott anyag és technika alkalmazásával a tanulók. A kistérséggel közösen kiírt felhívásra nyolc iskola, közel 150 diákja küldte be pályamunkáját, érkeztek nevezések Szombathelyről és a kistérségből egyaránt. Városunkból a Berzényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola, a Városi Általános Iskola és a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola diáksága mozgósította magát, megmutatva rajz tehetségét. A csak nem másfél száz alkotásból a zsűri 20 diák munkáját ítélte díjazásra alkalmasnak. A középiskolások kategóriáján kívül az alsó és felső tagozatos korosztályból kerültek ki a díjazottak, minden kategóriában számos celdömölki siker született. A beérkezett alkotásokból az eredményhirdetés napján kiállítás is nyílt, mely március 30-áig látogatható a Művelődési Központ előcsarnokában. Az ultraviolák felnőtt bárcsoport februárban ünnepelte fennállásának egyéves fordulóját. A formáció elsősorban felnőtteknek szóló darabokat mutatott be ez idáig, de a közeljövőben a kisgyermekeknek is játszani fognak a felnőtt bábosok. Nagy Márta évtizedek óta sikerrel vezeti a tücsök bábcsoportot. A gyermekbábosok legutóbb az Ezerlátó Mese Fesztiválon taroltak, színpadi feldolgozásukkal megérdemelten hozták el a fődíjat a varázspálcát. A kreativitás és a kísérletező kedv sohasem hiányzott Nagy Márta személyiségéből, vezetésével okkal válódott össze egy felnőtt csoport is, mely az ultraviolák nevet kapta. A felnőttekből álló társulat nem egy szokványos bábcsoport, így a kérdés jogosan vetődik fel. Miért is csatlakoztak a tagok a formációhoz? Én egy beugró voltam, mert a Márti megkért, hogy ki kellene segíteni a csoportot, a felnőtt bábcsoportot, mert a gyerekeim báboznak a Tücsök bábcsoportba, és én csak egy kisegítőként jöttem be, és hát itt ragadtam. Azért csatlakoztam a bábcsoportokhoz, mert az Aerobik tornán, a Mártihoz jártunk tornára, és akkor megkért, hogy beugranék-e, és akkor igent mondtam a Márti kérésére is. Nagyon jól érezzük itt magunkat. Alapító tag vagyok tulajdonképpen. Még pedig azért, mert néhányan a Dél Márti, beszélgettek róla a tornán, hogy kellene egy ilyen lábcsoportot alakítani. Én egy kicsit hátrébb voltam, végeztem a gyakorlataimat, és csak annyit kérdeztek, hogy igen. Tudom, hogy igen. Így lettem a csoporttagja. A felnőtt társulat idén ünnepelte egy éves születésnapját. A csoportot jelenleg hatan alkotják, mindannyian rendszeresen próbálnak a kemenes művelődési központban. Az elmúlt időszakban az ultraviolák hét színpadi produkciót állítottak össze. Az előadások széles palettán mozognak, hiszen pajzán népmese és karácsonyi játék is található a darabok között, de a kör ezzel még nem zárult be. Most a legutolsó játékunk, a Csecsemő Színház nyomdokaiba léptünk, megpróbálunk egészen piciknek játszani verses összeállítást, és ott valóban már mozgással, élő színpadi szereplőként kell megjelenni. Egyébként is a mai bábjátéknak, a bábszínháznak ez az útja manapság, hogy élő színjáték és a bábjáték együtt jelenik meg a színpadon. A bábcsoport tervei között szerepel őrkény egyperceseinek feldolgozása is, mely nem kerülheti el az iróniát és a különös humort sem. Az ultraviolák együttesét jelenleg hölgyek alkotják, de köreikbe várják az erősebb nem képviselőit is. A kemenes aljai szőlő és kertbarátok köre ismét megrendezte minden évben hagyományos borversenyét. A bormustrára március 21-én várták az érdeklődőket. A kertbarátok köre minden év márciusában megrendezi már hagyományossá vált borversenyét. A boros gazdákat Heim Géza ügyvívő köszöntője után a zsűritagok is köszöntötték. A bírálóbizottságban Söptei Józsefné alpolgármester, Danka Imre hegyközségi elnök és dr. Hollósi István növényvédő szakmérnök nyugalmazott falu gazdász foglalt helyett. A kóstolás előtt Danka Imre a tavalyi évet értékelte szőlészeti, borászati szempontból, mely szerint az idei évre jó borok várhatók, mind a mennyiséget, mind a minőséget tekintve. A kertbarátok idén 12 vörös és 20 fehér bort vonultattak fel minősítésre, a zsűritagok pedig a szokásos szempontok, szín, íz, illat, zamat és összhatás alapján ítélték meg a felsorakoztatott nedüket. Az eredményhirdetésen egy gazda úgynevezett nagy arany minősítésben részesült, hiszen Borára mindhárom zsűritag a maximális 20 pontot adta. A borverseny további mérlege 15 arany, 11 ezüst, két bronz minősítés és két oklevél talált gazdára a szőlőtermelők között. Idén is ellátogatott vendégszerepelni városunkba a Marosvásárhelyi Maros Művész Együttes. János Vitéz című mesejátékukat március 20-án mutatták be a Művelődési Központ színpadán. A Maros Művész Együttes több éves kapcsolatot ápol a Művelődési Központtal, melynek színpadán már néhány alkalommal bemutatkoztak színvonalas előadásaikkal. A jelenlegi társulat elődje 1956-ban alakult. 1990-ben egy nagy generációváltás következett be, azóta folyamatos a frissülés az együttes összetételét tekintve. A produkcióinkban főleg a, az eredeti autentikus néptáncokat tesszük színpadra különböző formákba. Azon kívül meg most már olyan rockballadát is készítettünk, meg mesejátékokat, főleg gyerekeknek, de nem csak hát járjuk a világot, sok helyen voltunk már az elmúlt 20 esztendőben is, és Magyarországra aztán tényleg rendszeresen járunk Budapest és Pápa meg Celdömök, tehát ez a, ez a vidék, ami, ami nagyon szívű, Zalaegerszeg, Sopron, nagyon a szívünk köznőtt ez a vidék. Petőfi Sándor János Vitéz című elbeszélő költeményét sokan sokféleképpen feldolgozták, a Maros Művész Együttes néptáncban meséli el, Kukorica Jancsi és Iluska szerelmének történetét. A mesés táncjáték követi a Petőfi által kigondolt cselekményszálat, kiegészítve azt néptáncelemekkel, humorral, prózai és dalszövegekkel. Az előadás színreviteléről a művészeti vezető elmondta, céljuk, hogy minél több gyermeket be tudjanak vonni az együttes munkájába, és ez leginkább mesejátékkal valósítható meg. Már ez a harmadik mesejátékunk, amit elkészítettünk, és Novák Ferenc tata készítette ezt a műsort, már, már régebb elő lett adva Budapesten a, a Honvéd Együttes által, de én úgy gondoltam, hogy hogy a Marosvásárhelyen is nagy siker lesz, és hál' Istennek igazam is lett, úgyhogy nagyon vevők rá a gyerekek is, meg a felnőttek is. Petőfi Sándor egyik legismertebb alkotásával általános iskolában kötelező olvasmányként találkoznak a gyerekek. A mű prózai részeit megőrző, de sok tánccal és zenével átszőtt előadás révén emberközelibbé vált Jancsi és Iluska kalandos története a közönség soraiban ülő diákság számára. KMKK ká, átmozik. Celdömökön a Kemenes Sajai Művelődési Központ és Könyvtár épületében. Benjamin Eszpozító egész életében a törvény szolgálta. Miután nyugdíjba vonul, elhatározza, hogy ír, amely egy megtörtént bűnögyen alapszik, és amelynek a munkája révén ő is tanúja volt. A történet egy kegyetlen gyilkosság krónikája, melyet 1973-ban Buenos Airesben követtek el, és amelynek tettesét nem sikerült elfogni. Szemekbe zárt titkok. Argentin spanyol krimi. Március 29-én csütörtökön 18 órakor. Negyven esztendővel ezelőtt egy családi összejövetel alkalmával titokzatos körülmények között eltűnt Harry venger. E. A lány testét sohasem találták meg. A nagybátya Henrik meg van győződve arról, hogy Henrietet meggyilkolták, és a tettest a Wangerkán tagjai közt kell keresni. Megbízza a lecsúszott gazdasági újságírót, Mikael Blomqvistet, hogy próbálja meg kideríteni, mi is történt. A férfi nem vár segítőtársra akar a tetovált hacker lány Lisbeth személyében. Minél mélyebbre ás a furcsa páros a múltban, annál sötétebb és veszélyesebb dolgok kerülnek felszínre a tetovált lány. Amerikai svéd angol német thriller. Március 30-án és 31-én, pénteken és szombaton egyaránt 19 órától. Plusz és Edmund anyári szünetet kénytelen távoli rokonaiknál tölteni. A nyaralás alatt feltűnik nekik egy kép, amely mintha egy narniai hajót ábrázolna. Csoda folytán a gyerekeket beszippantja a kép, és ott találják magukat a nyílt narniai tengeren, a hajó mellett, amely a hajnalvándor névre hallgat. Míg a hajnalvándor kelet felé, a világ széle és aszlan az oroszlán országa felé halad, különböző veszélyes és izgalmas kalandok várnak a hősökre. Narnia 3. A hajnalvándor útja. Angol családi kalandfilm március 31-én szombaton 17 órakor. KMKK Art muzik. Mint a filmeken. A Celdömölki VSS Vitelszki Vevalka férfi asztali extraligás csapata a Szerva Ase Széchenyi együttesét fogadta bajnoki találkozón március 21-én. Az alsósági sportcsarnokban rendezett mérkőzésen a vártnál könnyebb hazai siker született. A korábról elhalasztott találkozó előtt szoros csatára számítottak a szurkolók, hiszen a Széchenyiek gárdája is jó nevekből áll a hazai asztali tenisz világát tekintve aztán a párosok küzdelme megadta a mérkőzés alaphangulatát. Fazekas Péter és Kriston Dániel meggyőző játékkal 3-0-val küldte el az asztaltól, a vicsek Iván Varga Zoltán kettőst. A folytatásban az egyéni küzdelmek első körében sem volt kegyelem. Kriston a Gábort, Fazekas pedig Vargát gyűrte le egyaránt 3-1 arányban. A celiek ifjú tehetsége, Szita Márton, vicsek ellen mutatott be nem kis bravúrt. 0-2-ről fordítva tudott nyerni nagy csatában. 4-0 celdömöki vezetésnél szerezte első győzelmét a Szécsény, ekkor Vicsek bizonyult jobbnak Kristonnál. A továbbiakban a vendégek már csak kettő sikeres csatát vívtak, ezzel szemben Faszekas még kétszer hagyta el győztesen az asztalt, és Szita is begyűjtött még egy győzelmet, maga téve ezzel a hazai sikert. Celdömöki VSS Vitelszki Vevalka, Szerva Ase Szécsény, 7-3. A CVS-e vulkánfürdő női kézilabda csapata a sereghajtó körmendi dmt -e gárdájához látogatott. A múlt vasárnapi mérkőzés jó alkalmat kínált a játék csiszolására. A Cerdőmölki csapat listavezetőz méltóan kezdte a mérkőzést, és gyorsan öt gólos előnyre tett szert. A körmendiek több is kidolgoztak, de rendre ki is hagyták azokat, így a félidőben már kilenc góllal vezetett a CVS-e. A második játék részben nem változott a játékképe, tovább növelték előnyüket a celi lányok, így megérdemelt 16 gólos győzelmet arattak. Körmendi DMT-je, cvs -e vulkánfürdő 22-38. A celdömölki együttes legközelebb március 31-én 16 órakor játszik hazai pályán, amikor a második helyzet haladás -e gárdáját látják vendégül. A rács ese elleni hazai mérkőzésen minden lapra feltéve kellett küzdeniük a celdömölki kosarasoknak, hisz vereség esetén búcsúztak volna a további küzdelmektől. Nem úgy kezdte a mérkőzést a celi csapat, mintha a kiesésük múlna rajta, ennek köszönhetően 7 pontos előnyre tettek szert a börtönőrök. A második játék részben már érezhető volt az akarat, így a félidőre egy pontos előnyre tett szert a kemkó. A harmadik negyedre összeállt a védekezés, Kintről és festékből is egyaránt eredményesek voltak a hazai támadások, így már 12 ponttal is vezetett a celdömölki együttes. Az utolsó negyedben több rutinos hazai játékos is kipontozódott, ami majdnem végzetesnek bizonyult, hisz ledolgozta hátrányát a rácsese, és egy utolsó pillanatban szerzett kosárral döntetlenre hozták a meccset, így jöhetett a háromperces perces hosszabbítás. Ezt viszont már jobban bírta a hazai együttes, így egy pontos győzelemnek örülhetett a publikum. Kemkóc eldömök, Rácsese 47-46. A két győzelmi tartó párharc állása 1-1. Hírmagazinunk véget ért, megköszönöm figyelmüket. Adásunkat a mai nap folyamán többször megismételjük. A TV sorairól továbbra is képújságunk oldalain, illetve a képernyő alján futó információs csíkról értesülhetnek. Internetes honlapunkon a műsorrendünk mellett korábbi hírmagazinjainkat is megtekinthetik kedves nézőink. Én búcsúzom önöktől, a viszontlátásra!